Sziasztok! Először is bocsánat, hogy ennyire eltűntünk, de kicsit mozgalmas időszak áll mögöttünk, és próbáljuk mi is összeszedni magunkat, meg utolérni magunkat, de a mai videóban láthatjátok, hogy hogyan szeltük át az óceánt, és hogyan töltöttünk karácsonykor 25 órát repülőn, illetve reptereken, és hogyan jártunk 4 országban ennyi idő alatt. Hát nem volt egy egyszerű menet, de amint látjátok, itt vagyunk épségben, sikeresen, kicsit fáradtan, nyúzottan, de megérkeztünk. Úgyhogy most ezt láthatjátok, aztán folyamatosan beszámolunk nektek mindenről, nagyon sokan írtatok, úgyhogy igyekszünk válaszolni mindenről, hogy miért költöztünk el ilyen gyorsan, hogyan döntöttünk így, úgyhogy tényleg most már ígérjük, hogy szépen felzárkózunk, és újra jönnek a videók. Sziasztok! Most hagyjuk el a kis lakást. Szia! Szerettünk itt lakni. A fiúk már bepakoltak. Két autóval tudnak minket kivinni. Jövök, kicsim! Hova férünk be? Épp, hogy ide gyere. Megérkeztünk a reptérre. Csapat többi tagja mindjárt érkezik a cuccaikért. Nézzétek! Szerintem mindegyik túlsúlyos, és még van két hátizsákunk. Na, kicsim, akkor próbálkozzunk meg vele. Na, hello, itt vagyunk most már Chicagóban. Viszonylag gyorsan ideértünk, de hát nem volt olyan egyszerű, mert a feladásnál mennyit fizettünk? 660 dollárnyi túlsúlyunk van, de mi attól féltünk, hogy nem is tudjuk feladni, annyira nehezek voltak a hokizsákok, de szerencsére ez átment, úgyhogy itt feladtuk, és majd Ljubljanában látjuk őket viszont. De hát most itt 6 órát kell várakoznunk a reptéren, mire felülhetünk a Chicago Zürich járatunkra. Úgyhogy most ettünk egy hamburgert még, búcsúzóul, egy jó kis amerikai. És most elvisz engem a Muki. Pienni. De... Hova is? Vásárolni? Körülnézünk. Kicsit körülnézünk. Igen. Csak nézzünk. Megnézzük, megfondossuk, kifizetjük. Kifizetem, jó? Én kifizetem. Úgyhogy most még elég hosszú idő vár ránk, amit itt kell töltenünk a reptéren. Még 5 óra van hátra a várakozásból, ugye utána 9 órát repülünk, és sajnos Zürichben még újabb 4 órát kell várnunk. Úgyhogy a Sofi különböző produkciókkal készül nekem, hogy szórakoztasson. Nagyon hosszú lesz, hogyha igazából ugyanannyit repülünk, mint amennyit várakozunk, kb. 11-12 órát. Nem tudom, mivel fogjuk eltölteni ezt a például az itteni 6 órát a Chicagóba. Énekelünk. Nem? Igen. Már gyakoroltunk a repülőn. Fehér karácsonyon, mi váltunk rét. Igen, a felhők között fehér volt a karácsony. Itt is egyébként Chicagóban esett a hó egy picit. Úgyhogy majd jelentkezünk még nektek. Ugye? Ha nem nyillak ki addig, rosszul viselkedik. Szóval jelentkezünk még nektek mindenképpen, hogy hogy alakul a karácsonyunk, amit 4 különböző országban fogunk tölteni. Puszi! Amerika! Pedig sok van még hátra. Ne csikíz! Kicsim, látja mindenki, hogy csikizel. Még senki nem látja. Csak te meg én. Hát így látni fogják. De hogy látja, kitörlöm a videót. Nope. Riders. Éppen transferbusszal megyünk át. Az 5-ös terminálunkba. Nem sietünk annyira, mert még mindig van egy 4,5 óra.
kint mínusz 11 fok van. És még egy 4 órát kell várakoznunk az eddigi 2:30 után. Már csak 10 perc is becsekkolhatunk, nem látod a fejét. Most nagyon fáradtak vagyunk, úgyhogy aludni fogunk a repülőn. Ő biztos. Én nem biztos. Nem tudok aludni a repülőn ugyanis. Sziasztok! Már a gépen vagyunk, szerencsére sikerült elcserélni a helyünket, mert nem egy helyre szólt. Sőt, ezt a 9 órás utat nem akartuk külön tölteni, mert én itt fogok aludni. Nem egyszerűen, hogy bevettem a pályán, hogy csak a pályán. Szóval itt fogok aludni, így legalább látszódik. Most nagyon-nagyon fáradtak vagyunk. Úgyhogy nem hiszem, hogy a repülőről sokat fogunk jelentkezni, de ha felébrednék, akkor mindenképpen felveszem, hogy a Muki alszik mellettem. Izgi. Bocsi kicsi. A mai harmadik reptér. Nem mondom, hogy nem nagyon fáradtak. 9 órát repültünk, ugye 6 órát várakoztunk, csak elmondom, és most ott újabb 4 órát várakozunk. De aztán már csak 1 óra repülés, és onnan még autó. Szép kis karácsony. És megérkeztünk. Nagyon szép az idő, úgyhogy jön el van. Szerencsére ez nagyon kicsi reptér, így nagyon gyorsan megjöttek a csomagok. Nem hozok még egyet. Vagy még kettőt? Egy elég? Tehát ahogy láthatjátok, elég hosszú és kalandos volt az utunk, de most már itt vagyunk, itt rengeteg bőrönt, meg a hokizsákok, meg a ruhák mindenfelé. Egyelőre ez még csak az átmeneti szállásunk, mert ennyi idő alatt nyilván karácsonykor nem találtak nekünk megfelelő lakást még itt Ausztriában. Úgyhogy hát próbálunk amennyire lehet, így látjátok, hogy keressük a cuccainkat, meg mindent, hogy fel tudjunk öltözni, tudjunk fürdeni, stb. Stb. Nyilván ez nem egy egyszerű időszak, de azt ígérték, hogy pár héten belül ezt is meg fogják találni, de egyébként nagyon szép környéken vagyunk, úgyhogy erről is készítünk nektek egy videót, hogy hol lakunk most, itt hegyek vannak mögöttünk, gyönyörű havasatáj. Egyébként ez egy szállodának egy ilyen apartman háza, van rengeteg, és akkor mindegyikben 4 darab van, és az egyiket kaptuk most, mi meg nyilván, hát ezt nem Amerikából ideérkezők megtalálták ki, hanem akik síhen jönnek egy hétre, úgyhogy nem nagyon férünk el. A következő videóban pedig elmondjuk nektek közösen a Sofival, hogy miért is döntöttünk így, és hogyan alakult így, hogy tényleg pár nap alatt pakoltunk össze, és hagytuk ott Amerikát, amit egyébként nagyon szerettünk, azt is láthattátok, meg igyekeztünk bemutatni. Most egy új kihívás előtt állunk, de hát nyilván erről sem fogtok lemaradni, mert nagyon sokan írtatok, hogy ugye nem hagyjuk abba a videókat, tehát egyáltalán nem hagyjuk abba, tényleg ennyi idő kellett, hogy összeszedjük magunkat, de újra itt vagyunk, és készen állunk, és készítünk nektek mindenről beszámolókat, úgyhogy tartsatok velünk, és akkor hamarosan pár napon belül érkezik az, hogy miért is hagytuk el Amerikát. Köszönjük, hogy itt vagytok velünk, sziasztok! What?